Sziasztok! Kedves emberek! Egy fontos dolgot szeretnék nektek elmesélni, amit pár hónappal ezelőtt a Szentlélek mutatott nekem. Avval kapcsolatosan, hogy a vallásos emberek, vagy legfőképpen ez a katolikusokra érvényes, hogy miért nem tudtok ti igazából közvetlen gyerekei lenni az atyának. Mi a gát, hogy valójában nem fordultok személyesen hozzá. Hát ez egy nagyon egyszerű tanítás volt. Szerintem nem is mondok semmi nagyot, csak azt szeretném mondani, hogy egészen a család szintjére leegyszerűsítve a dolgot, hogy van egy apuka, meg egy anyuka, meg egy kisgyerek, és a kisgyerek azt mondja az anyukának, hogy kérlek, anyu, menj oda apuhoz, és mondd meg neki, hogy adjon nekem egy darab kenyeret. Anyu elmegy, szól apunak. Visszamegy, azt mondja a gyerek, hogy kérlek, anyu, mondd meg apunak, hogy nagyon szeretem. Anyu elmegy, elmondja apunak. Harmadikszor is azt mondja a gyerek az anyunak, kérlek, mondd meg apunak, hogy nagyon hiányzik, nagyon szeretnék vele beszélgetni. Elmegy az anyuka, elmondja az apukának. Apuka azt mondja neki, te ne haragudj. Mondd már meg a gyerekemnek, hogy esetleg nem szeretne velem személyesen találkozni. Miért nem jön ő hozzám személyesen? Miért nem jön hozzám, hogy megbeszéljük a dolgokat? Hogy megvigasztaljam, hogy megölelgessem, hogy adjak neki egy darab kenyeret? Ezt csak azért mondom, és ez egy nagyon egyszerű tanítás, és ez nem az én tanításom, hogy például a katolikusoknak, igaz? És nem bántani akarom a katolikusokat, és a vallásokat, és papokat, és senki. Van Szűzanya, egy közvetítő. Van Szent Ferenc, kettő. Szent Antal, három. Szent, 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 és szent, és szent, és mindenkihez oda mentek, és mindenkinek elpanaszoljátok, hogy mit szeretnétek, de valójában annyira egyszerű az egész. Olyan, mintha félnétek, vagy esetleg bujkálnátok a szenteknek a szoknyája alá, és személyesen nem mentek oda, és nem mondjátok azt ott a ti belső szobátokba, magadra csukva az ajtót, hogy itt vagyok, atyám. Kérlek, hallgass meg engem, mutasd meg nekem az igaz életet, hogy merre menjek, hogy elvezessen téged minden igazságra, hogy elvezessen a Szent Fiához, aki maga az ajtó. Mert megmondta Jézus, hogy csak rajtam keresztül juthattok be a mennyek országába. Úgyhogy röviden ennyit szerettem volna mondani. És mindenki gondolkodjon el ezen az egyszerű tanításon, mert szerintem nagyon egyszerű. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!